Sziasztok! Ma megmutatom, hogy kell csinálni egy nagyon könnyű, nagyon finom casserole, ami csak egy pár dolog kell hozzá, összedobsz egy ilyen casserole formába, majd meglátod, hogy néz ki, és sütőben megsütsz együtt, nagyon könnyen, nagyon finom, bármikor csinálhatsz, mindenki imádni fogja, buliba nagyon jó, vacsorára, ebédre, mindenhol. Remélem tetszik! Kell hozzá egy karfiol, darált hús, ez kb. 1 kiló, 500 g gomba. A karfiolt fel fogom szeletelni darabokra. Először kivágom a belsejét. Így mindig ki kell vágni a közepét, akkor a kicsik könnyen leesnek róla. Ezeket a fejeket utána le fogom darabolni, kb. Ilyen kicsi részre. És ezeket meg fogjuk párologtatni. Ha lábakat levágsz róla, akkor könnyebb lesz enni. A levágott karfiolt serpenyőbe tesszük, és adunk hozzá 4 nagy kanál vizet. Letakarjuk fedővel, és párologtatjuk 4-5 percig. Ezeket a gombákat most le kell szeletelni. Ahol volt a karfiol, most oda bele teszel olajat, egy kis olajat, vagy vajat. Én ghee használok, ami olyan vaj, amiben nincs víz, ki van párologtatva. Pár kanál ebből, és beledobjuk a gombát. Én úgy szoktam kezdeni, mert én szeretem, hogy mindent gyorsan csinálni, hogy először le fogom takarni a fedővel egy pár percig, hogy minden átpárologjon, és utána le fogom venni a fedőt, és hagyom, hogy megsüljön szép barnára. Kb. 4 percig tartott, hogy kipárologjon belőle a víz, és most levetem a fedőt, és hagyom, hogy magától süljön. Addig megcsinálom szószt. Most megcsinálom a szósz hozzá. Szóval van egy ilyen Alfredo szósz, ebből az egész üveg fogom használni, és van egy ilyen piros paradicsomos szósz, aminek a felét fogom használni. Egy ilyen nagyobb mély tányérba bele kell önteni az egész üveg szósz. Fele kb. Így nagyon finom lesz. A gomba kész van, most újra ugyanabba a serpenyőbe felmelegítjük a darált húst. Mindig, amikor húst sütsz, akkor muszáj, hogy a serpenyőnek forró legyen, hogy gyorsan megsüljön a külseje, és akkor a belseje marad szaftos. Szóval megsült a darált hús, adtam hozzá só, borsó, fokhagyma és piros paprika. Magyar piros paprika. És most már tehetjük be is a casserole formába. Szóval itt van a formám. Az első dolog, amit beleteszek, az lesz karfiol. Ezt teszem az aljára. Szóval ilyen réteges lesz. Ráöntünk szószt. Nem baj, ha nem egyenes, mert lesz még több szósz rajta, és majd lefolyik. Utána jön a gomba. Akarom, hogy a gombából legyen mindenhol. És egy kicsit benyomom, hogy a levegőt elfoglalja. Erre újra mehet szósz. És jöhet a hús. Nagyon jó. Erre újra megy a szósz.
és ennek a tetejére megy reszelt sajt. Ezt 375 Fahrenheit, vagy 190 Celsiuson sütünk, addig, ameddig a sajt el nem olvad, és ilyen aranyszínű lesz. Szóval kb. 15-20 percre. Mivel minden benne már megvan főzve, nem kell sokáig sütni, csak addig, amíg a sajt megbarnul. És kész is van. Szóval tegyük a sütőbe. Készen is van. Nagyon jó az illata. Remélem finom is. Ha nem eszek húst, akkor helyette lehet valami mással helyettesíteni. Rizssel talán, vagy más zöldséggel. Megpróbálom felvágni. Mivel nincs benne semmi tészta, egy kicsit szétesik, mikor kiveszed, de nem baj, mert attól még nagyon finom. Szóval darált hús, karfiol és gomba. Nagyon finom. Ha nem szereted a karfiol ízét, akkor nem baj, mert teljesen nem érezhető. Olyan sok szósz van rajta. Egyáltalán nem száraz, nem zsíros. Pont tökéletes. És nagyon egyszerű elkészíteni. Úgyhogy remélem tetszett ez a videó, és ha igen, akkor tudod lent mit kell csinálni, és mondd meg, hogyha te is elkészítenél ezt. Legyen szép, jó napotok, és jó étvágyat!